Exatlon pályává változott a Magyar Ilona Általános Iskola tornaterme ma délelőtt. Virág András, az Exatlon Hungary bajnokok csapatának tagja jött el a gyerekekhez, Füleki Anita tanítónő meghívására. Az iskola egykori diákja, aki világkupa győztes, Európa bajnoki bronzérmes és négyszeres magyar bajnok karatés, különleges akadálypályát alakított ki az extrém testnevelés órán. A verseny előtt pedig megosztotta a diákokkal azt is, hogyan válhatnak ők is bajnokokká. Hogyha már azzal fogsz foglalkozni, hogy ki van a másik oldalon, akkor saját magadon nem fogsz koncentrálni, és ezért nem fogsz jönni. A gyerekek figyelmére is nagy szükség volt a bonyolult akadálypálya teljesítéséhez. Bookfence négy ütemű fekvőtámasz, kúszás és célba dobás is szerepelt a feladatok között. A kis bajnokok mindent beleadtak, közben a többiek hangos szurkolással lelkesítették őket. A különleges testnevelés órán részt vett Borsos Andrea, a kutyával egy mosolyért alapítvány önkéntese is, két terápiás kutyájával, Jamie-vel és Mirivel. Ők gyakori látogatói az iskolának, hetente segítik a gyerekeket a tanulásban, a sakkos magyar órákon. Most megmutathatták a diákok, hogyan teljesítik az akadálypályát négylábú barátai. Ezzel még az Exatlon bajnokát is sikerült meglepniük.